Ugye az szűnik ki, hogy a, olyan jelek, amik nem kellett nekünk az erősítőz, azt ugye kiszűnik az államkörből. Ugye úgy kell elképzelni, ez csak ismétlés ugye most, hogy ezt a hasznos jel mellett nekünk van valami zavaró jelünk is. Ezt a zavaró jelet ugyanúgy föl fog erősíteni, viszont hogyha visszavezetjük, akkor ezt ki tudjuk szűrni. Ugye ez azt jelenti, hogy itt lehet egy szűrő áramkör is. Mivel ellentétes fázisban van, visszavezetjük, kioltják egymást, ugye a fizika törvényei alapján. Na most ez az áramkör egy picit továbbfejlesztve, ebből jön létre az oszcillátor. Az oszcillátornak ugye a következő a működése, mindenki emlékszik egy olyan jelenetre, amikor egy hangfal összegered egy mikrofonnal. Ugye? Ott is van egy visszacsatolás, ugye a visszacsatolás micsoda? A hangszólnak a mozgását a mikrofonba valami visszavezeti, ott mi vezeti vissza? Tehát mitől megy vissza? Tehát ez az áramkör, ez mi? Nem áramkör képzelni. Maga a levegő, ugye? Az csatolja vissza, tehát azon keresztül megy vissza. Miért kezd el sípolni? Mert van egy jel, azt újra erősíti, és azt újra és újra erősíti. Most ezt használja nagyjából ki egy oszcillátor áramkör is. Tehát nekünk akkor nincs bemenő jelünk, tehát ez megszűnt, ez a két jel megszűnik. Visszavezetjük a kimeneti jelet, és ezt fogjuk újra erősíteni. Na most ugye a elképzelés elég nehéz, ezt majd áramkörök, hogyha összerakjuk legközelebb, akkor látni fogjátok, hogy ez a visszavezetés persze valami jelből kell, hogy elinduljon, ilyenkor viszont nincs bemenő jel. Ugye ez logikus, mert levettem a bemenő jelet. Ez a bemenő jelet nekem valamivel létre kell hozni, szintén ugyanazzal, mint az előbb mondtam a billenő áramköröknél,